Köszöntöm nézőinket! Néhány héttel ezelőtt az Őrsvezér téren fiatalkorú gyerekek, illetve serdülők által atrocitás inzultus ért. Sok felelősen gondolkodó szülőben felmerült a kérdés, hogy vajon mikor cselekszünk jól, ha akár felnőtt koráig kísérjük mindenhová a serdülő gyermekünket is, vagy pedig olyan tudás készség birtokába juttatjuk, segítjük hozzá, amikor is megnövekszik az önbizalma, és bátran elengedhetjük akár felső tagozatos korától az iskolába, különböző programokra. Örülök, hogy elfogadta a felkérésünket Kerekes Csaba, a Wing Chun Kung Fu 6. mesterfokozatú oktatója, instruktora. Igen, köszönöm, üdvözlöm én is a nézőket. Nézzük akkor a Wing Chun Kung Fut, mit lehet róla tudni? Ugye önök a Horváth gimnáziumban tartanak hétfőn és péntek esténként edzéseket. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az első alkalom az ingyenes. Igen, igen, tehát bárki bármikor jöhet, tehát a fiatalok, idősek, tehát családok is vannak nálunk, hál' Istennek. Úgyhogy magáról a kung fu annyit, hogy 300 évvel ezelőtt alakult ki ez a Wing Chun Kung Fu, egy hölgy hozta létre, egy apáca, és ezért az egésznek a jellege más, tehát hogy a gyengébb fizikumú férfiak és a fiatalok is, a hölgyek is meg tudják magukat védeni, tehát nem igényel különösebb akrobatikus hajlékonyságot, vagy előképzettséget, vagy erőt, tehát tényleg mindenkinek esélyt ad az önvédelemre. Egy kicsit mélyebben megnézzük, akkor miben más ez, mint más? Hát szinte mindenben. Tehát a hagyományos küzdősportokhoz, vagy a filmekben látott megoldásokhoz képest teljesen más. Tehát amit említettem az előbb is, hogy a női logikára, a női fineszre, mondhatnám alattomosságra épül, elnézést. Tehát az egészet, hogy az ellenfele technikával, logikával legyőzni, tehát hogy nem az, hogy erővel, hanem az ellenfelét elvezetem, kihasználom a gyenge pontjait, ugyanúgy a gyenge pontjait támadom, tehát ezért is javaslom minden fiatalnak, meg minél előbb is is említette, hogy mikor kezdjük el, hogy kezdjük el, hát szerintem minél korábban magát a kungfut, a harcművészetet, vagy bármilyen sportot, amit picit önállóságra nevelni az embereket, és tényleg ez, hogy kísérjem az iskolába, vagy ne kísérjem, tehát ez is a szülő múlik. Tehát mai világban tényleg az van, hogy berakjuk az autóba az embert, elvisszük, és már tényleg a középiskolába is így jár, nem tudunk meg közlekedni, nem figyel a zebrán, nem veszi észre a veszélyhelyzeteket, ugyanúgy a támadás, atrocitás séri őket, vagy bármi az élet egyéb területén is sajnos így van. Nézzük konkrétan az életkort, ez mit jelent? 5 éves életkortól ajánlják? Akár már attól is, tehát úgy konkrétan nem tudom megmondani, hogy 5, 10, vagy 13, mert nekem is volt már 4,5 éves tanítványom, aki nagyon ügyes volt, nagyon tündér volt, nagyon figyelt, nagyon fegyelmezett volt, meg volt olyan 12 éves tanítvány is, akinek szólni kellett a szülőnek, hogy próbáljuk meg inkább egy év múlva, mert még életlen a gyerek. Tehát viszont annyiból, hogy a mozgás koordináció nálunk nagyon-nagyon fejlesztésre kerül, mind a 4 végtag külön mozog, mindegyik más csinál, tehát pontosan időkorban van ez a kialakulás ezeknek a mozgás koordinációs rendszereknek, tehát ezért jó, hogyha minél hamarabb eljár az ember, kell meg kicsit önbizalmat is szerez. Ha más nem, azt elérjük, hogy az órán iskolában jobban tud figyelni, mentálisan képzettebb lesz. A délutáni matek leckét nem 3 óra írja meg, hanem fél óra kész van vele, vagy órán figyel, és akkor megérti az anyagot, ha egy fél egyet javulnak az átlaga, már jobban vagyunk. Tehát nem csak az, hogy most meg tudja magát megvédeni. Természetesen az is egy hozadéka. Én próbálom úgy fölkészíteni a tanítványomat, hogy kinek mire van szüksége. Tehát megfigyelem őket, és akkor az élet egyéb területén is próbálom őket nevelni, jobb útra téríteni őket. Hogy képzeljünk el egy edzést? Külön vannak a gyerekek, korcsoport szerint bontva, vagy? Hát a tréningek egybe vannak, de természetesen mindenki saját korának, nemének, fizikumának megfelelő partnert talál. Kicsit más gyerekeknek picit játékosabban kell előadni a dolgokat, de ugyanazt tanulják ők is, csak el lehet esni a végén, vagy el lehet gurulni, vagy ellököm a másikat, és akkor az elesik. Tehát picit játékosabban ő is kedvet kapjon hozzá. Tehát tényleg az a cél, hogy megfogjuk a gyerekeket, hogy ott tudjanak maradni, hogy később komoly tudásra tegyenek szert, esetleg akár kungfumesterek legyenek ők is, vagy bárminkinek mi a szándéka. Vannak szülők, akik attól félnek, hogy ha tanulnak ilyen különböző mozdulatokat a gyerekek, akkor sokkal verekedősebb lesz. Igen, igen, én is találkoztam ezzel. Igen, de abszolút nem. Tehát azért jó, tehát az agresszív gyerekek is levezetik ott a agressziókat. Tehát nekem már mindenféle tanítványom volt. Voltak hiperaktív gyerekeket hoztak, hogy picit nyugtassam már le őket minden
valójában nem lehet. Tehát edzésen lefárad, minden 5 perc múlva már teli van energiával, este nem lehet őket ágyba tenni, de tényleg, tehát az, hogy ott van a 30-40 ember, és akkor a kicsitől, a nagyig, az időstől, a ügyestől, az erőstől, mindenféle más, és ezt látják a tanítványok is, tehát a példa, tehát hogy beállnak egy szépen ilyen átlag útra, hogy mindenki figyel, fegyelem van, szót fogadnak, értékeket kapnak, ha más nem csak a szülők felé, a tanítók felé is tudják ezeket továbbadni, már jó. Volt a másik ellentéte is, amikor a kis tutyimutyi gyereket hozták, hogy valami kis önbizalmat neveljünk már bele, vagy valami, mert nem mer köszönni, meg nem mer bemenni az iskolába. Nekem volt olyan tanítványom, hogy negyedik alkalommal mert bejönni a terembe, de utána ott maradt, és 3-4 éve már tanítványom. Szülők egy része aggódik, hogy vajon mi a helyzet akkor az ő gyermekével, ha nem olyan ügyes, és kudarc éri, ez mennyire jelenik meg önöknél? Abszolút nem nagyon szoktunk figyelni arra, hogy legyen sikerélménye. Tehát nem, amit említettem az előbb, és nem vagyunk egyformák, van, aki ügyetlenebb kicsit, de mindig olyan gyakorlatok vannak, hogy meg tudja csinálni mindenki, legyen sikerélménye. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy utána később is tudja jönni, és tényleg ezért van az, hogy télen a mínusz 20 fokban, nyáron a 40 fokban is eljönnek a tanítványok, téli szünetben, nyári szünetben mindig jönnek és edzenek, úgyhogy abszolút nincs ilyen gond, tehát figyelünk mindenkire. Van valami elvárás, hogy egy adott idő alatt mi az, amit teljesíteni kell? Nincs nagyon-nagyon egyéni ez is, tehát mindenki individuum, tehát hogy van, aki fél év alatt elér olyan szint, hogy olyan saját fizikumú, saját korabeli támadóval szemben meg tudja magát védeni, valaki egy év, meg attól függ, hogy mennyit tetsz. Tehát nincs olyan, hogy ügyetlen az ember, tehát kitartás kell hozzá, elhatározottság, és aki kicsit mozgáskoordinációbb ügyetlenebb, vagy bátortalanabb, gyámoltalanabb, azokból is előbb-utóbb ügyes emberkék lesznek. Tehát valójában tényleg kell hozzá egy kis egészséges agresszió, hogy az ember meg tudja magát védeni, fel tudjon lépni. De a bemutatókon is, meg a szülőknek is el szoktam mondani, ha csak azt terjedjük, hogy picit vagányabb lesz a gyerek, kicsit kimer állni magáé, akár az iskolába, akár az életbe, vagy bármi, akkor már lehet, hogy azáltal meg tudja magát védeni, hogy nem is került ilyen konfliktusba. Tehát értem ez alatt, hogy átmegy az aluljáróba, és akkor látod két embert beszélgetni, és akkor nem az, hogy megijed, fal mellé húzódik, és akkor észreveszik, és akkor, na, verjük már meg, ha akarják, ha nem, tehát megtámadják, hanem picit önbizalma van, határozottabb, kicsit vagányabb, látszik a mozgásán, hogy nem fél, kicsit erőteljesebben át mer menni, és már lehet, hogy ezzel elkerült azt a szituációt, hogy őt most megtámadják, vagy atrocitás érje, inkább megvárják, hogy na, ott jön a másik, ő tudja, úgyhogy majd akkor inkább őt bántjuk. Hogyan tudnánk buzdítani a szülőket? Ugye többféle sporttevékenység közül lehet választani, és ilyenkor a szülők vacilálnak. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy el kell menni több bemutatóra és több sportra. Tehát van akinek a harcművészet, van akinek a pingpong, valakinek a foci jön be, mindegy, csak mozogjon a gyerek, legyen csoportba, próbáljon szocializálódni. Tehát, és valójában a gyereknek kell választani. Tehát az nem, hogy hú, kisfiam, ezt láttam, ezt a krumflit, bruszt is ezt csinálta, menj oda, csináld, majd jó lesz. És ha a gyerek nem szeret oda járni, meg duzzogva jön, meg nincs kedve, akkor az egész edzésére is kihat. Tehát tényleg el kell menni több helyre megnézni, és amit a gyerek választ, amit ő szeretne csinálni, azt javaslom nekik. Tehát nálam is van, hál' Istennek, hogy akik bejönnek, megszerettetik velük az emberkék, én is, meg a mestereim is, és akkor ott vannak 2, 3, 10, 15 éve a tanítványok. Mégis mi ennek a gyökere? Ha erről tudná egy kicsit mesélni, ugye vannak híres ősök róluk is. Igen, hát maguk a küzdősportok olyan 2000 évvel ezelőtt alakultak ki. Két oka volt neki, a Solinkorostorban élő szerzetesek nem igazán csináltak semmit, csak meditálgattak, ezért fizikálisan legyengültek. Tehát kellett nekik valami mozgás, hogy kicsit megerősödjenek. A másik oka pedig, hogy adománygyűjtésekből éltek, sűrűn megtámadták őket, kirabolták őket, megtámadták őket a vadállatok, és akkor ekkor jöttek rá, hogy kellene valami önvédelmi dolog. Tehát valójában minden küzdősportnak, harcművészetnek, mindennek ez az őse. Már rengetegféle stílus van, egy földrajzok is vegyük külön, tehát a kung fu az Kínából származik, a karate pedig Japánból, és magának a kung fu-nak is 300 valahány ágazata van, és a Wing Chun kung fu, a mi stílusunk az egyetlen, amit egy hölgy hozott létre, az előbb én is említettem, hogy kicsit más jellegű, tehát el lehet képzelni, tehát egy 130 kilós egybenyakú izomember, mellé ütök nem baj, akkor is eldől, tehát egy gyengébb fizikumnak kicsit más technikákkal kell operálni a utcai szituációban.
és rengetegféle stílus van, amit említettem, tehát amit 4 főcsoportba sorolunk, az egyik az ilyen állatutánzó kungfu stílusok, különféle állatok mozgásait utánozzák le, ebből hoztak létre egy harcművészeti rendszert. A második főcsoportba bemutató jellegű kungfukat soroljuk, mindenféle bemutatók, láncsás, szabjás, szép formagyakorlatok. A harmadik az egészségmegőrző kungfu, amit kínai dokumentumfilmekben vagy bárhol lehet látni, csikungoznak, gyakorolnak, ennek inkább ilyen élethosszabbító, egészségmegőrző szerepe van, és a negyedik főcsoportban a harci kungfu származik, tehát mi stílusunk is, tehát ami tényleg az önvédelemről szólt. Hogyan épül fel egy edzés? Gondolom, hogy kell ehhez egy erőnlét is. Igen, igen, de az majd közben megjön. Tehát úgy van, hogy a másfél órás tréningből az első 10-15 perc ilyen forma gyakorlat, amikor a tanítványok csinálják a formákat saját magukkal, küzdenek saját mozgás koordinációkat, próbálják fejleszteni, kigyakorolni, kicsit szólni a mozdulatot, mert tehát amíg saját magukat, tehát nem zavarja a partner, nem zavarja az ellenfél, akkor sem megy, akkor még azt csiszolni kell. Utána egy olyan óra hosszat, tehát a tréning az öme, ilyen páros gyakorlatok, hogy így támad, úgy támadok vissza, emígy védek, amúgy támadok vissza, tehát gyakorolják ezeket a harci elemeket, és akkor a tréning végén van egy kis ügyesség, gyorsaság, készségfejlesztő gyakorlatok, és a legvégén egy ilyen 5-10-15 percben erősítés, mikor mennyi marad, ami szintén nem arról szól, hogy bodybuilder képző, csak az, hogy picit megerősítsenek azok az izületek, izomzatok, amik kell a kungfuhoz, hogyha ráütök a másikra, akkor az ne nekem fájjon, hanem őnek érje a párját, vagy picit kis tartásjavítás, amit az előbb is beszélgettünk, tehát egy kicsit határozottabb, jobb megjelenés legyen az embernek, kicsit az izomzata fölépítése, ami az élet egész egyéb területen is ki fog majd hatni rá. Amitől még szoktak félni egy kicsit a szülők, ugye, hogy kell-e otthon úgymond házi feladatként gyakorolni, hogy ez mikor fér bele az idejébe, hogy működik ez önöknél is, elvárják-e, van-e házi feladat? Nem várjuk el, de nem árt, nem hátrány. Tehát ugyanolyan, mint bármilyen művészet, tehát minél többet foglalkozik vele az ember, annál ügyesebb lesz. Tehát ez a heti 2 tréning, ez tényleg arra jó, hogy körülbelül egy fél év, egy év alatt el tudja sajátítani azt, hogy meg tudja magát védeni, utána 2-3 év kell hozzá, hogy erősebb fizikumú támadóval, vagy több támadóval szemben is fel tudja védeni, venni a harcot. És tehát, hogy ki mennyit ez, tehát többféle tréningi lehetőség van nekünk is, vannak még plusz edzési lehetőségeink, van egy saját kungfu termünk, ahol minden nap van 6 órakor és 7-8 tréning, oda is le lehet járni, nyári szünetben is, hál' Istennek a tanítványom is hétvégén összejárnak, összebarátkoznak, és ez is valójában nagyon-nagyon jó, tehát, hogy ilyen csapatépítő az egész kungfu stílus. Tehát nem csak arra szól, hogy bemegyünk, ott verekedünk egyet, és akkor mindenki megy a dolgára. Hát van olyan tanítványom, aki már 12 éve jár, semmi célja, hogy nem akar kungfu mester lenni, nem akar nagy híres filmsztár lenni, hanem csak az, hogy kikapcsolódik a kis mindennapi életből. Tehát mindenkinek vannak gondjai, bajai, teli van a feje mindennel, bejön oda hetente 2-szer másfél órára, teljesen kikapcsol, és úgy megy haza, mintha 10 órát meditált volna, vagy aludt volna egy egész hétvégét, tehát erre is nagyon jó a kungfu. Így műsoridőnk végéhez közeledve nézzük még egyszer, hogy melyek a Wing Chun Kung Fu-nak az előnyei, azon túl, hogy itt van Zuglóban, jó helyen, bent a központban. Milyen területeken segíti a gyerekeknek a fejlődését, milyen készségeket segít megalapozni? Ugye már említette, hogy az iskolai részben is segít, azon túl, hogy ugye növekszik az önbizalmuk, és képesek lesznek magukat megvédeni. Határozottabbak lesznek, fegyelmezettebbek lesznek, tisztelettudóbbak, tehát a mai világban sajnos tényleg ez is kell, tehát hogy a szülőkkel, ahogy beszélnek, kommunikálnak a tanárokkal, minden, sajnos ilyen világ van, tehát pont nekem is az a bajom, hogy a középiskolás réteget nagyon nehéz megfogni, nagyon nehéz elérni. Telefon, nyomkodják, bevásárlóközpontokba is leülnek egymás mellé, egy óráig nyomkodják a telefonokat, jó dumátunk, elbúcsúznak egymásról, tehát hogy ezt az egészséges, normális idő eltöltés. Tehát, hogy ne rossztársaságba kerüljenek, hanem tényleg eljárnak egy olyan helyre, ahol új barátokat szereznek, ahol csapattársak vannak, ahol picit tudnak fejlődni mentálisan is, az egész élethez való hozzáállásuk. Tehát, amit előbb említettem én is, tehát, hogy én is próbálok erre is figyelni, hogy jobb emberré tegyem őket. Tehát mindenkinek megvan a gyengéje, erőssége, tehát az erősséget picit még jobban kihangsúlyozni, még jobban abban irányba a gyengesége, és igyekszem rávilágítani, persze, hogy szépen, ügyesen, hogy közösen próbáljuk megoldani a problémákat, és ebbe az irányba is terelni őket. Néhány szülőben felmerül a kérdés, hogy vajon láthatja-e, hogy mi történik, vagy akár, ha mondjuk a család többi tagja is kedvet kap, akkor lehet, hogy egy időben
egy teremben történik a tréning? Igen, nyugodtan be lehet jönni a szülőknek, is mondtam, nyugodtan van pad, lebírnak ülni, nézhetik a gyerekeket. Akkor szoktam megkérni őket, hogy inkább odakint várakozzanak, hogyha ez zavar a gyereket. Idősebbeknél, 10 év fölöttieknél már nem nagyon van, fiataloknál van olyan, hogy nézik az anyút, várják a segítséget. Tehát, hogyha tényleg zavarja az ő fejlődését, a kisrácnak a fejlődését, akkor szoktam megkérni a szülőket, inkább kint várják meg, de utána nyugodtan lehetnek bent. Sőt, az a legjobb, ami hál' Istennek egyre népszerűbb, hogy a családok jönnek. Tehát anyu jön a kisfiával, apuka a két gyerekkel, mert minden. Tehát, hogy a mai rohanó világban mindenki hajt, rohan, dolgozik, nem igazán van arra idő, hogy a családok együtt legyenek, és erre is nagyon jó, hogy a közös program. Tehát elmegyünk, kungfuzunk együtt van a család, összeölkezünk a végén, fáradtan szépen hazamennek, megvacsoráznak, és tényleg korosztályok, mindenki ott együtt van, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy tényleg a családokat is így összebírjuk hozni szinte. Igen, meg amit fontos hangsúlyozni, ugye, hogy kedvezményt is adnak. Igen, természetesen van ilyen családi kedvezmény is, tehát, hogy 2 fő esetén csak 1,5, 3 fő esetén csak 2 tandíjat szoktunk kérni, hogy a családi konyhapénzt ne bántsuk annyira. Kerekes Csaba, Wing Chun Kung Fu Zugló, 6. mesterfokozatú instruktora edzője. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Viszontlátásra.